Biztos ijeszgetni akar bennünket! Talán éhes! Lehetetlen! Tegnap kapta meg a nyugdíját, és 40 kiló pár rizert vett magának. Világos! Tele zabálta magát! Azért ordít, mert a 40 kiló parizer nyomja belülről! Mégiscsak meg kellene nézni! Úgy van, megtekintjük! Na mi az? Talán meg akarsz vendégelni bennünket? Itt van! Csak egyétek meg! Faljátok föl! Mit se törődjetek vele, hogy a halott titoromra tartogattam! Mire? A halott titoromra! Én ugyanis meghalok! Vége a világ legszebb oroszlányának! Vége a világ legrendesebb élőlényének! Csoda Bruckner! Csoda Siegfriednek! Csoda nekem! Megcsoda őrültél? Micsoda történt? Színészkedik, semmi baja! Ne ordíts, kérlek, inkább mondd meg, hogy mi bajod! A fogam! A fogam! A foga! Nagyon fáj. Nem, egyáltalán nem fáj. Most még nem fáj. De majd egy-két nap múlva. Én úgy is tudom, hogy meg fogok halni. Ide nézzetek! Ajaj! Egy sötét foltocska a jobb felső szemfogán! Ez bizony kiugat! Egy lyuk! Lik! Lipacska! Lyukacska! Liki-loki! Még egy szójáték és ütök, vágok, ölök és harapok! Tudok is én már harapni. Ezzel! Hát nézzétek! Döm-dödöm! Szóval te is? Te is gúnyolódsz, mi? Azt mondod talán, hogy Lik vagy Luk? Vagy Likacska? Vagy Lukacska? Vagy Liki-Luki mi? Dögöm! Dehogy is mond ilyeneket, kedves Szikri. Sőt, ellenkezőleg. Azért mondom. Jaj, de szánom. Jaj, de sajnálom. Siratom szegényt. Kicsodát. Kicsodát, kicsodát. Hát kinek lyukadt két a foga? Ki van itt halálra ítélve? Magamat. Magamat szánom, siratom, sajnálom. Inkább a fogmosást gyakoroltad volna annak idején. Most nem kellene siránkoznod. Azt állítod, hogy sohasem mosok fogad? Azt. Hát ez igaz. Ez igaz, arra múl bevallom. De az akkor is nagyon csúnya rágalom volt, hogy annak idején sem mostam fogad. Mert annak idején igenis mostam. Én ezt nem értem. Elismered, hogy sohasem mostál fogad, de azt állítod, hogy annak idején mégis mostál. Mit értesz, te mit? Ezt a pofon egyszerű dolgot nem érted? Sohasem, de annak idején mégis! Mit nem értesz ezen? Már elnézést akkor, mikor mostál te foga? Jaj, Lajos! Majd én megmondom, mikor. Amikor a hírt a birka írta, amikor a róka volt a tyúknak a legjobb móka, amikor a szamár volt a számtantanár, amikor egy pálcán kézen állt a pálcán, és amikor a récék voltak az észmércék. Ez gyönyörű szónoklat volt. Különösen az volt szép, hogy mikor egy pálcán kézen állt a pálcán. Valóban nagyon szép szónoklat volt, de nem ártana, ha egyenesen is megmondanád, hogy mit hadrikáltál itt. Azt állítottad, hogy most nem annak idején fogad, vagy az, hogy nem? Az annak idejéről beszél. Az annak idején akkor volt, amikor ami elmúlt, az lett a jövendő, és ami ezután lesz, az volt a múlt. Beletörött. Jaj, beletörött! Neked is a foga? Nem a fogam, az agyvelőm. De mi betörött? Hát ebbe az egészbe, amit Aromó mond, igaz, nem tudtam olyan gyorsan követni. Én csak ott tartok, hogy mikor a róka volt a tyúknak a legjobb móka. Hogy? Mikor a róka megeszi a tyúkot, akkor miért móka? Jaj, Lajos! Na ebből elég, csak locsoktok, lefetyeltek, közben meg szegény Siegfriednek szörnyű lyuk van a szemfogán. Hozzám, majd elfelejtettem! Majd ne ordíts, kérlek, inkább üljünk össze és találjunk ki egy hadhatós módszert. Milyen módszert? Hadhatóst!
Az milyen? Hát olyan, amitől elmúlik Bruckner Siegfried fogáról a lyuk. Helyes! Akkor ne is hathatós, hanem héthetős találjunk ki. Sőt! Jaj, nem jön ki. Micsoda? Az, hogy 8-nyatós. Ja. Nem baj, akkor mondd azt, hogy 16-hatós, vagy 17-hetős. Na, elég mostantól csak okos dolgokat akarok hallani. Ha valakinek eszébe jut valami, jelentkezzék! Eszembe jutott! Holjad! Azért volt a tyúknak jó móka a róka. Jaj, Lajos! Most nem arról van szó, hogy bármi eszedbe jut, azzal előálljál, csak akkor, hogyha Bruckner Siegfried szemfogának megjavítására támadt gondolatod. Rajta, elő a mentőtletek! Jaj, nekem akkor mégse jut eszembe semmi. Mégiscsak beletörött az agyvelőm. Nem baj, akkor ülj szépen ide Siegfried mellé. Tehát kettős a feladat. Bruckner Siegfried szemfoga kiukat, szörnyeteg Lajos agyveleje beletörött. Rajta, elő a mentőtletekkel. Na, úgy döntöttem. Mi az, hogy úgy döntöttél? Talán az a véleményem? Úgy döntöttem, hogy az a véleményem. Mi szerint? Ezeket a mi szerinteket hagyjuk. Egyszer találkoztam egy miszerinttel is. Össze-vissza hazudozott nekem. Elegem van a miszerintekből. Az ámbárokból meg az annak ellenérékből is elegem van. Az ugye bárokról meg az ámbátorokról nem is beszélve. Szóval, te találkoztál egy miszerinttel, szerinted mi az a miszerint? Köcsök kalapot viselt, sárga kalucsnit és frakkot csokornyakkendővel. És ez a csokornyakkendős miszerint racsolt is. Ráadásul. Sőt, hazudozott, racsolva hazudozott. Szerinted mi az a miszerint? Mi lenne? Egy kötőszó. Szinte kötőszó. És találkoztál egy kötőszóval. Most mondtam. Sárga kalustit viselt, csokornyakkendővel. És hazudozott. Hát ez megbolondult. Egyáltalán nem bolondult meg. Fenébe a miszerintekkel. De ne garomul, térj a tárgyra. Na jó. De akkor ne szóljatok közbe. Bruckner Siegfried foga azért lyukadt ki, mert sohasem mosott fogat. Annak idején... Jó, mondjuk, hogy azért, mert annak idején sohasem mosott fogat. Ő kell, mert tudomásom szerint legalább 100 éves, esetleg ne szólj közbe, mert abba hagyom, esetleg 115, de most maradjunk csak a 100-nál. Naponta 5 percet kellett volna fogmosással töltenie, az ugye nagyjából 1825 perc, ami ugye nagyjából 34 óra, ami pedig 100 év alatt 142 nap. Azt javaslom tehát, hogy közadakozásból vásároljunk 200 fogkefét és 2400 tubus fogkrémet, és amíg az el nem fogy, azaz 142 napig, Bruckner Siegfried éjjel-nappal mossa a fogát, pótolja a mulasztást! Mi az fáj? Nem, de 142 éjjel és nappal egyfolytában! Hiszen az kis hián 5 hónap. Azt akarod, hogy ne aludjon, ne egyen, ne igyon, csak csiszálja, nyiszálja, kaparja, húzza, vonja! Csak ez a megoldás. Ez egyáltalán nem megoldás. A lyuk attól nem múlik el. Moshatja ítélet, amíg a lyuk lyuk marad, legfeljebb tiszta lesz. És akkor Bruckner Siegfriednek tiszta lyuk lesz a foga. Jaj, Lajos! Nem is azt mondtam, hogy meggyógyul, csak tanuljon egy kis tisztességet ez a mostatlan fogó oroszlán! Nem dödöm! Azt akarod mondani, hogy szégyeljen magam. Dödöm! Igenis szégyeld magad, mert nem megbüntetni kell szegény Siegfriedet, hanem meggyógyítani. Elég büntetés neki a lyuk a szemfogát. Úgy bizony, és egyre nagyobb büntetés lesz. Miért? Mert a lyuk egyre nő. Eszi, eszegeti a fogat, míg egyszer csak zúgy. Alig marad fog. És ami marad, azt is ki kell húzni! Zsúj! Foghúzás! Az aztán a szörnyű! Éppen ezért kérünk valami mentőkönyvet! Hát nekem volna egy javaslatom. Meg kell előzni a bajt. Bruckner Siegfried ide állna középre. Mondom, ide állna középre. Elfordítaná a tekintetét, én pedig egy jól irányzott, szép, kíméletes rúgással
Kirúgnám a fogát. Kész. Nem is kellene vele törődni többé. Micsoda? De ez nem is olyan rossz ötlet. A te fogadod azt! Azt rúgja ki a Lószerafin! Most mit ordítasz? Lószerafin igazán csak jót akar neked. Neki is így akar ő jót mindenki. Azt mondja, fordítsam el a fejem, a fogam megrakjam oda. Talán rakjam a szemem a fülem mögé, mi? És egyáltalán mi a biztosíték arra, hogy pont azt a fogamat rúgja ki, amelyeken a lyuk van? Na hát mondd már, most legfeljebb kettővel többet rúg ki, na. Hát azok már legalább nem fájnak, még jól is játsz. És hogyha ide hívnánk Mamintit, a tündét, hogy csináljon egy krikszet, meg egy krakszot, és tüntesse el Bruckner Siegfried szemfogáról a lyukat. Hát az sajnos nem fog menni. Mi az, hogy nem fog menni? Mert Maminti ide tud varázsolni egy csengőt, egy lexikont, ha nagyon akarod, még egy traktort is, de fogtömést, azt sajnos nem tud varázsolni. Akkor nem is igazi tündér! Mi az, hogy nem tündér, ha akarna Mirnix Dirnix szamárra változtatna téged? Tényleg szamárra tudna változtatni? Tényleg, de akkor lyukasfogú szamár helyett orosztán helyett lyukasfogú szamár lennél. Akkor az egésznek semmi értelme. Hát inkább vagyok lyukasfogú oroszlán, mint lyukasfogú szamár. Pedig ez a te esetedben tökéletesen minden. De hát nem lehet egyszerre szamár is, meg oroszlán is. Jaj, Lajos! Te a beletörött agyvelőddel ne szólj közben. Gúnyolódj a szerencsétlen betegekkel? Azt igen, ahhoz értetek, de meggyógyítani? Jaj, már látom, hogy fogod fetrengeni a fájdalomtól! Nekem van még egy ötletem! Paritjával kilőni a fogamat, mi? Vagy kalapáccsal kiverni, ahogy én téged ismerlek! Jó, akkor nem is mondok semmi! Látod, milyen háládatlan vagy? Így érdemes segíteni neked. Te nem is maradok itt tovább. No, nem kell így megsértődni, te meg Siegfried. Ne gyanúsítgass senkit! Halljuk, vacska Mati. Hát, arra gondoltam, hogy levelet kellene írni Bruckner Siegfried szemfogának. És miből gondolod, hogy a szemfoga tud olvasni, amikor ő maga sem tud? Még hogy én nem tudok? Az ABC mind az öt betűjét ismerem. Ez most egyáltalán nem érdekes. Ha nem tud a szemfoga olvasni, majd felolvassuk neki a levelet. De mit írunk bele? Mondjad, vacska Mati. Hát megkérjük, hogy ne lyukadjon tovább. És ne fájjon szegény Bruckner Siegfriednek! Nagyszerű! Eddig ez a legjobb ötlet! Na. Ja, esetleg verseket is írhatnánk Bruckner Siegfried szemfogának! Igen! Igen! Igen, tisztelt szemfog! Ön ki nem fog! Önön nevetni fogunk! Mondjatok rá egy rímet! Mivel nem a mi fogunk? Mit szemtelenkedsz? Még a végén megsértődik a szemfog, és aztán nézhetünk. Főleg szegény Siegfried nézhet. Nem én vagyok a szemtelen. A szemfog a szemtelen. Nem értem, ha egyszer szemfog, akkor hogy lehet szemtelen? Jaj, Lajos! Micsoda? Halljátok, mit mond? Mindenki jól értette. Azt mondta Dömdödöm, hogy hiába ugrálsz, egyetlen orvosság van a bajra. Be kell tömni a szemtelen szemfogat. Azt mondod, hogy elmenjek egy fogorvoshoz és... Krrrr! Zrrrr! Fúróval! Hát azt aztán nem, de nem ám! Jó, hát nem, Isten veled, Siegfried, gyertek! Ezt nem tehetitek velem, mi lesz a fogammal? Mondtuk, hogy csak a fogorvos segít. Olyan mogorva vagy velem. Mondhatjuk vidáman is, csak a hihi fogorvos haha segíthet. Szép kapitan! Csak a fogorvos segít? Na jó. Gyerünk ahhoz a fogorvoshoz. Hát mi vagyok én? Gyáva nyúl? Na, csak ne nyulasz! Jó, akkor majd valaki elkísér, kijelentkezik. Én már kétszer is voltam a városban, és egyszer már majdnem ültem villamoson is.
menjünk! És én? Én velem mi lesz? Hogy te veled mi lesz? Már elfelejtettétek? Az agyvelőm beletörött. Jó, tényleg! Vigyük Lajost is! Vigyétek Lajost is! Jó, akkor egy fogorvos és egy agyvelőjavító. Kinek van egy zsebkendője? Minek? Bőgni akarsz? Nem a halálba indulok! Csak egy vacak fogtömés! Mi az egy hősnek? Dehogy akarok bőgni! Csak szeretném utánatok rengetni a zsebkendővel! Ami nincs! Akkor a kölcsön zsebkendőmet! De hát zsebkendője, csak Bruckner Siegfriednek van. Na jó! Kölcsön adom! Elvégre nekem lengedsz? Bár egy kicsit azért sírhattál volna. Az megnyugtató dolog, ha ok nélkül sírnak az emberért. A fogorvosé? Otthon felejtettem a zsebkendőmet, visszamegyek. Íme a bátrak, bátra, a vigyét oroszlán, a rendben hepetlen! Hallod? Zír, zúr, zír, zúr, zír, zúr! Valamit fúrnak. A fogamat? A fogamat fúrják! Jaj! Ne jezgessen! Kitátani! Zír, zúr, zír, zúr, zír, zúr! Valami berreg. Valami csörren. Valami zutyad. Valami pottyad. Valami kottyad. Na! Én, drága doktor úr, rettenetesen fogok ordítani. És a szabad érdeklődnöm miért? Ha fúrni tetszik. Kifúrva. Ha tömni tetszik. Betömve. Kész. Kész. Ites is. Itt a tömés. Na mit szólsz? Láttál már ilyen gyönyörűt? Dokika! Dokika! Hát meg egy műbűvész! Vagy egy bűvűvész! Vagy amit akarsz! Na, kinek van az erdőn fogtömése? Na kinek? Természetesen csak nekem! Csoda Bruckner! Csoda Siegfriednek! Csoda nekem! Csoda fogtömésem! Egyáltalán nem fájt. Ugyan egy hősnek. Elnézést, doktor úr, nem lehetne egyet nekem is? A tömést? Igen. Lyukas? Hát talán. Nagyon remélem. Egy árva lyuk sincs rajtuk. Csodálatosan épp fogak! De azért egy icipicike kis tömést... Megörült kérem egészséges fogat kifúrni, hogy képzeli? Egyedülálló produkció! Fogtömés az erdő! Na, gyertek ti! Ti fogatömetlenek! És én velem mi lesz? Önnek is lyukas a foga? Nem. Az agyvelőm beletörött. Egy agyvelőjavító kellene. Agyivelő ügyiben forduljon bizalommal dr. Zirzurhoz, vagyis hozzám! Fájni fog? Picikét sem. Nézzen milyen jól a szemembe! Elég mély. Kiválom!
Ha nállal eszi ön a levest, vagy Lillával. Ha nállal. És a mákos tésztát? Azt Villával. De szükség esetén kanállal is meg tudom enni. Sőt, még szükségebb esetén... Na, tessék csak mondani! Kézzel! Remek! Várakozáson felüli! Itt mindannyiuk előtt ünnepélyesen kijelenthetem, hogy az ön agya a legtöretlenebb. Szuper jó! Prima agyvelő! Mehetünk! Érdemem, amikor mindig rendesen mosom a fogamat. Egy pár virslért megmutathatom a fogtövésemet. Hurrá! Hurrá, megjöttek! Nézzétek, Bruckner Siegfried, hogy fennhordja az orrát. Talán lát valamit az égen. Siegfried, mi van odafönn olyan érdekes? Hogy beszélsz egy hőssel? Hogy hősse? Na, meséljetek, mi történt? Dr. Zirzur betömte Bruckner Siegfried szemfogát, nem nagy dolog az egész, egy csecsemő is nevetve kibírná! Mikor csecsemő? Rettentő fájdalmas volt. A csillagokat láttam! De egy hős! Nem sír! Nem jajgat! Nem remeg! Tényleg? Nem sír! Nem jajgat! Nem remeg! És az én agyvelőm egy szuper! Mutassuk a tömésedet! Ingyen! Hát majd bolond lennék ezt az egyedülálló csodát ingyen mutogatni. Egy pár virsliért megnézheted. Hát ez megőrült! Mindig is tudtam, hogy nagyképű vagy, de hogy ennyire! Ide nézd, Bacska Mati, az én agyvelőm... Láttatok már ilyen nagyképű oroszlán? A fogorvosi székben ott bezeg nem volt ilyen nagy legény! Mit ritkedsz? Hogy könyörögtél egy vacak fogtömésért? De Dr. Caesar megmondta, csak hőseknek lehet! Igazán! Ide nézd, Szerafin, az én agyvelőm... Na hát most már bánom, hogy elmentem be! Mint a bizony egyedül nem találtam volna oda. Na, kinek van az erdő fogtömése? Na, kinek? Természetesen. Csak nekem! Csoda Bruckner! Csoda Siegfriednek! Csoda nekem! Csoda fogtömésem! Hát, ami azt illeti, elég buta oroszlán, hogy ne. Kis mitukrász, irigy társaság! Törődöm is én veletek! Már, Siegfried! Hova mész? Mi nem is láttuk a tömésedet! Adjad, hadd menjen! És az én agyvelőm egy szuper, törpe szuper! Tudjuk, mit mondogatod annyit! Dun dun dun. No, I'm sick.